Egy nappal a bemutató után Silverstone-ban vitte pályára vadonatúj versenyautóját a McLaren Forma 1-es csapata. Az MCL 35M kódjelű modellt egy internetes prezentáció keretében leplezték le a hét elején, a Vikingiak pedig már ezen a héten filmforgatást tartottak vele a brit versenypályán, ahol Lando Norris, illetve a csapat új igazolása Daniel Ricciardo is kipróbálhatta. Az első benyomásom azt követően, hogy először vezettem az autót, hogy hosszabbnak tűnt két hónapnál. Mindig beletelik némi időben, amíg az ember elkezdi kényelmesen érezni magát, de a körülmények is megnehezítették ezt egy kicsit. De nagyon jó volt, minden simán ment, elvégeztük, amit kellett, szóval ennél többet nem is kérhetnénk. A körülmények nem voltak ideálisak Silverstone-ban, szakadó eső és szeles, hűvös idő fogadta a McLaren a brit versenypályán. Az autóról nehéz beszélni, a körülmények nem a legjobbak, esős, szeles, hideg az idő. Mégis jó érzés újra Forma 1-es autót vezetni. Jó rég volt már részem ilyen érzésben. Jó tehát visszatérni, látni már bizonyos különbségeket, ott van a Mercedes motor, aminek már a hangja is más és érzése is más. A versenyzők az előszezoni teszteken már jobban megismerkedhetnek az új autóval. Az idény előtti gyakorlást március 12 és 14 között tartják Bahreinben.